A cinkotai kántor három tojása, esti mese. Egy alkalommal Mátyás, rongyos ruhájában, szárcsa nevű hétköznapló slován visegrád tájékáról ereszkedett hazafelé. Cinkota előtt rászakadt a sötét éjszaka, de olyan sűrű, hogy abban a kanál megállt volna. Régóta odanézelődött király őfelsége a drága hazában, tarisznyájából az utolsó morzsáig kifogyott az élelem, kulacsa az ürességtől, a sötétség útját állta abban, hogy fölérjen a várába, hát mit volt mit tennie, azon nyújtogatta nyakát, ugyanvalóst egy kis pisla fénydereng cinkot a városában. Mert abban világosság egy kummányi nem lakott. Mennek az orruk után. A király meg a szárcsa. Ugyan, csak a szárcsa ment, a király ült a hátán. Nem valami bátorságosan haladtak, mert a ló se sokkal többet lát sötétben az embernél. Lát, iát, de nem úgy, mint világos délben. Csak elég az hozzá, haladnak bele cinkotába, tudják, mert nem először haladtak már bele. Annyiszor legalább a hányszor kifelé. S váratlanul, ahogy valamire való mesében illik, de már ezt a fordulatot elsütöttük, egyszer csak egy kispisla pisla fény szemükbe a messzi távolból. De alig birkózik szegény kis pisla a három öl vastag sötétséggel. Hanem azért egy ablakhoz vezette az utast, amelyikből, közelebb érve, nem csak világosság derengett elő, hanem énekszó. De síralmas, fájdalmasan kacskaringózik. Mátyás bezörget az utca felől, mire az ének megszakad, helyette egy borzas fej az ablaknyílásban. Ki az? Vándor a messziségből, lovastól. Éjszakai szállás, abrak, meg vacsora. Értette a világló ablakú, mert annak az értelme is talponám, hisz ő maga a maga valóságában nem más, mint a cinkotai kántor. Világol, mert reggel, a susogó mise után temetnek, ő énekli a 90 strófás búcsúztatót. Nehéz kenyér. Nagy akasztó fára való volt a megboldogult, nyugodjon békességben, de a cinkotai kántornak a rokonság, a megrendelők előtt úgy fel kell cicomázni, hogy abban kivetni való fércet aztán ne találjon a haragos se. Harmadnapja tekeri már a kántor Rigmus faragó eszekerekét a búcsúztatón, mert maga sem akarna csúfságban maradni, az Úristent meg úgysem sem lehet becsapni, akármennyire kidíszíti a siratót. De ez alatt a házából ki nem lépett, csak énekelt, kottázott, szövegezett, énekelt, kottázott. Torka kiszáradt, gyomra megéhült, de hányszor? Pince, kamra, konyha, üres. A vándor meg enni kér. Még a lova hagyján. Van abrak, van széna, korpa. De hát nem ismer ő lehetetlent. Hány éjszakán fölverik eltévedt utasok, hisz az ő világos ablaka odaszívja a vándort. Mint most is. Ahogy betessékeli vendégét a gyertya világította kántor hajlékba, látszik viseletén, hogy olyan diákos, valaki lehet, kalamáris lóg madzagon az öve oldaláról, kalapja mellett tintafoltos libatol. A nevét Sándornak vagy Mátyásnak mondja, aki a király közelében keresi a mindennapi betévő falatot. A Kántorban örökké talpon állt a szolgálatkészség, de kis mentegetőzéssel mondta el a sorsát, hogy nála is a nagy erőt kívánó búcsúztató csinálásba elfogyott étel, ital, ha csak a három meglévő tojást meg nem főzi. De ezek nem csipaki tojások ám, hanem három akkora cinkotaiak. Még az ízük is más. Adna hozzá ötödnapos kásapogácsát, igaz, olyan kemények, a temp lomablakot szilánkra lehetne mindegyikkel kalapálni, hanem a jó gyomor megpuhítja, a jó fogú ember, ha éhes, megeszi a kerékvető követ is. Amíg a vakablakból előkaparja a kásapogácsákat, kap a fejéhez, hogy de bíz, bol se itthon, maga is szomjas, de mióta, utasa bizonyosan az. De pénze sincs, a szomszédban ugyan a kocsma, záróra már, a kocsmáros alszik hitelben nappal sem adna a kántornak, ismerik egymást régtől. Viszi a bibliát zálogba. Nem ismeretlen fordulat egyikük életében sem. Az íródeák ugyan kicsinyék csihasztja a kántor borhozó kedvét, bármag is inna, nagy éjségében, hanem hígám a cinkotai víz is hanem mire megfő a csipakinál háromszor nagyobb háromcinkotai tojása Kántor megjön a nagy kancsóborral, úgy teszi az asztal közepére, óvatos tisztelettel, ahogy pap az oltári szentséget. Ezen annyira elbékélnek aztán Kántor az utassal, hogy már virrad rájuk. Le sem fekszenek, egy hunyorítást nem humnak, elkezelnek, száll a diák föl a szárcsa nevű lovára, amikor még visszaszól, ha netán arra vinné útja a királyi vár tövében, ne felejtse el az írnok látását. Telt múlt az idő. Mert annak meg akár a kára mesében, meg annál különben is az a rossz szokása, hogy telik múlik. Máskor meg ugyanez, jó szokásnak véve. Egyszer kiforogja a kántor sorsa, hogy Budára viszik más ügyében tanulnak. Bőrfödeles az útikészség, kinéz egy helyen belőle a kántor, már ottan a vár alatt, hát látja, egy nagy táblát himbál a szél, rajta az írnok szódíszeleg, mellépe mecselve, egy nagy libatol. Na, dolga végeztével fordul a himbálódó tábla felé, alatta nyílt az ajtó, belép a kántor fél lábbal, de mindjárt visszahőköl, mert az írnokot látja a pulpituson. Megkáprázik előtte, pont olyan szétvetett lábbal ül, ahogy cinkotai vacsorázása közben, de most királyi korona a fején, királyi palást, meg alabárdosok körülötte. Amíg nagy ijedelmében elsiet az ajtóból, hogy nem ivott ő még máma eleget, összecseréli az írnokot a királlyal, vagy a királyt az írnokkal de alig egy sarkot lépdel nagy zavarában, utoléri egy királyi környülálló, hogy de azonnal a király színe elé ám, mert ő felséges Mátyás a cinkotai kántort ismerte meg a visszalopózó személyében. Maga elszántan megy a kántor, sok mindenen átesett ő már életében, hát belép, a király jön elébe, kezet ad, éppen harangoznak délre, amikor Mátyás invitálja a kántort az ebédlő pajtájába. De ott már cobolyprémes bundájú nagyurak séfinkodnak, meg bíborpalástú aranyláncosok, kardosok, mentések, aranysarkantyúsok. A király beléptére a nagyurak lekapják darutollas, forgósörényű, nyestprémes sipkájukat, amelyiknek egy-egye -egye megérhet egy százlelkes jobbágyfalut, de mire ámulatából fölocsudna, már mondják az asztali áldást, neki a király mellett mutatnak széket, a király leseül, elmondja az úri népeknek, hogy ő benne a cinkotai kántorban országmegmentőt tisztelhetnek, mivel egyízben a királyt éhinségében megmentette a gyalog haláltól pedig neki sem volt többje három cinkotai tojásnál. Azzal leültek a leves mellé. De onnéttól az étekhordók tizenkét más hétköznapi étket tettek az ebédelők mellé. Az ügyesebbje a mentéseknek, darutollasoknak, törülve szemét, száját, ment volna dolgára, útjára. Ügyét, még szebb köntösét varratni, ám a király megállt parancsolt. Senki sehová. Hanem, amikor mindenki megtörölte száját a 12. hétköznapi fogás után, a király nagysúlyú palástját a terem közepére állított kántor hátára kanyarította azzal a fölkiáltással, ebb, aki királyát nem követi. Egymást tiporva siettek a nagyurak királyukat követni. Teregették a kántorra az aranyjal, brilliánszal gyémántal kifoltozott palástjukat. Amikor mind megszabadult már a drága göncétől, akkor a király, mert a kántor alig tudta már tartani a drága terhét, más fordulatot adott az eseménynek. Azt mondta, kutya az, aki zálogba vetett palástját ki nem bátja. Ezzel a szóval a kántor asztalára tett egy marék aranyat. A főurak se akartak kutyák lenni, mind letette a marék aranyat, amit aztán a királya kántor kalapjába söpört, azzal a nagyon csöndes megjegyzéssel, hogy amint hazaért, a Bibliát majd ne felejtse el kiváltani.